lesz után. Folytatjuk a Phoenix Wright Ace Attorney Trials and Tribulations. Már régen nem játszottam, úgyhogy most itt az idő bepótolni. Szóval, az epizódok száma összesen 5. Négyet ebből már megcsináltam, és ez lenne a finálé majd. Hamarosan. Tehát az lenne az Experience a finálja. De előtte... megcsinálom a harmadik epizódot. Kezdjük az első nyomozással. Aztán egy per lesz, aztán második nyomozás is, aztán második per két rész. És miről fog szólni? És még a bíró a vádlottat bűnösnek ítélte. Ha ilyesmi történik, azt jelenti game over. De itt egy érdekes kivétel van. Itt az ilyen autóbecsapódás elkerülhetetlen. Szóval az egész arról szól, hogy a vádlottat bűnösnek találták ártatlanul. Vádlott tudta, hogy ki a tettes, de senki sem hitt neki. És még Phoenix Wright is általában bukást nevethetette, de kiderül, mi az igazság valójában. Mindjárt. Tehát ez lenne az új évvég. Svári! Utálza Mr. Pinocchio. Rajzol, hogy egy ilyen kocka. De megjelenik Jánosú detektív. És elég mérges. Boldog új nagyon elterelni a tenéti figyelmét. Most nagyon az, amit követem. Hogy ő hozott el a játékot a tenék. Most meg fölött előjön. És szándékosan teszem. Az én első vicce. Nagyon vicces. De most megmutatja ezt az újságot. Mérgezés bűnös ítélete. És Wright-re azt mondták, hogy kudarcom van. Hogy elbukott. Szóval most szerez tudomást róla, hogy az ő ügyvéd egy gyerekes amatőri
hozzáállást mutatott. Szóval róla mintát. És most felelősségre voltak emiatt az aljas. Hogy nem emlékszem rá. Hát sajnos víz volt, aki már nem is emlíksz. De mikor volt ez? Egy hónapja. December. Szóval ez régi. De egy mérgezési pere nem is volt decemberben. Hogy mit jelentsen ez? De ha nem én voltam, akkor ez csak egy pász lehetséges. Szóval egy álnék volt a peren akkoriban. Tehát az, amikor az a vereség történt, akkor bizonyára hogy az álfénix volt az ügyvédi pozícióban. Hát egy kudarcot hallottam, és hogy a pénység különösnek talált. Hogy mit teszek ezért? Hogy érted ezt? Most engem hibáztat a vádlott bűnösnek ítélés. És miért? Mert Phoenix Wright nagyon szuper híres valamennyire. De nem csinál semmi rossz. Szóval most erre kell ezt hoznom. Szóval ez az ügyet újra kell vizsgálni. Szóval ez lenne az év első pere. De nem tudja, mert a bíró már megadta azt a bűnös ítéletet. Nagyon nehéz lenne ezt visszavonni. De van egy is tehetek az új évben, az már következik. Hát mivel elfogadtam, hogy elmegy a bíróság. És elmegy a meghallgatás. Na ebben, ezen a perel már gásutatét itt nagyon csikik. Most már jobban. De ha csak hogyha rám bízták azt a kliens, akkor az én feleségem, hogy de ki akarja eljátszani a Phoenix Wright? Milyen faszopó tett ilyet? Most itt kiderül mindjárt ki volt az a vádó. Idegesítő. Te arra lennék kíváncsi, hogy kit vettem át, és nyilván tudtam bűnösség. Egy ilyenfajta beszéd még tönkre lesz. A vádok pedig nem más, mint Maggie Bird. Rettentően dühös. Hogy tettem ezt? Elítélték, és nem tudta a bani a sírást. Majd hónap. Hát ő most nagyon le van törve. Hogy ne tette is, amit nem ismerem. Hát honnan ismerem Maggie Bird-öt? Korábban még rendőr csaj volt, akit meg kellett védenem be. Szerelmem egyikolás. Most meg kellett védenem szerelmem egyikolása miatt.
Smith és lemutatnom Richard Wellington. De most, hogy megkapta a bűnös ítéletet, most nagyobb fázban van, mint eddig. És mivel nem már kapott egy nem bűnös, meg egy bűnös ítéletet, az úgy döntetlen meg. Kéne, hogy nyilvánuljon, mert én most egy harmadik perc dönti el, hogy kártott van. Úgyhogy amit előzően csináltam, már csak egy bemelegítőnek számítom. Én azt hittem felmetek. Nagyon vicces. Azt el kellett magyaráznom, hogy az A-Phoenix miatt szenvedett felség. Sajnálom, hogy elkaptak még egy gyilkosságot. Nagyon bal szerencsés, mit tudom. Hát most már az igazi Wright nem van. Szóval kirúgták a zsarúságon. De állítólag jól tudom, a Justice War-ba úgy már felmondott. Azt már nem bánja. Tovább lépett. És pincérnőnek állt. Egy francia étteremben. Mosolyt küldelked, igen. A séf pedig Mr. Armstrong. Ő bérelte fel. Mi történt? Szóval december 3-án történt az egész Trébienben. Trébien! Igen, az egy Trébien egy éttereme. Ami baráti mosót is tartom, az még jó kiszolgás. Két ember volt az asztalon, és mindketten kávét ittak. Aztán... egyik valamiféle mérget szólt az áldozat csészébe, ami egy dolog cián. Ivott bele... és azonnal ki is nyit volt. Hát az egyik méreg, ami hatásos erre, az a cián. A cián pillanatokkal kirtja az embert. És sokkolta a helyzetet is el. Nem tudod ki az, aki megölte? Őt nem látta sok. Szóval nem lett volna a szándék arra, hogy ki... Hát gyilkos bizony láthatta, és aki le kell mutatnom, hogy tüske feje van, mint Phoenix Wright. Egy jó pincén, de... mindig figyelmet szente a kliensére. De hogy csak bűnösnek ítéltek? Én mondjam. Hát akkor kérdés a válasz a A-Phoenix. Ha látod a gyilkost, akkor miért ítéltek el? Mert senki más nem látta.
senki nem látta azt a másik embert, aki ezt a méget szórta az kávéjába. Mindenki ezt mondta. Armstrong, meg az egyik vevő is. Mindenki. Mindenki azt mondta, hogy az áldozat egyedül volt. De hogy lehetséges ez? Hát azt nem tudja. És senki sem hitt neki. Még az A-Phoenix is ellene volt. És direkt kulacot van. Nagyon szánalmas ügyvéd lehetett az az A-Phoenix. És még a nagymama is jobban tudta volna. És még egy bizonyítékuk is volt, ami a kötényében volt. Méghozzá egy méreg, ami előtt még egy tökéletesen kitervelt gyilkosság volt. Igen, zsebében, a kötény zsebében találták meg. Hát így nem is csoda, hogy se. Ez egy tökéletesen kitervelt gyilkosság volt. Amikor elájult, biztos a gyilkos beletette azt a zsebébe. És senki más nem látta azt a más viccból. Mindenki ezt mondta. És azt se érti, hogy védhették el. Szóval ő adta az áldozatnak azt a kávét. Vagyis hát két ember. Amikor először látta őt, úgy gondolta, hogy valamilyen zeneiparban van. Valakinek egy fű, ez egy ideg egy fülhallgatója volt. Még egy CD-je is. Úgyhogy egy fülhallgató és egy CD. Figyelj, gyert az a CD? Egy valamilyen bandatag neve van benne. Valami MC is. Szerintem promo lemez. MC Screwdriver. Vagy MC csomagú. Ez komolyan. Vedi egy olyan CD-t ilyen néven. De ez nem emlékszik, hogy mi volt az MC-snél. Hogy nézett ki az a gyilkos? Már nem emlékszik. Csak arra, hogy fiatal volt. Azok intettette magát. Igen, az ő ügyén össze. Mondaná valamit arról a fizikolóan ki olyan volt mindig? Ez a reggel történt, amikor letartoztak. Hát, aki úgy nézett ki, mint ő pontosan olyan kék öltönyben. Szóval nem volt álmaja, csak A-Phoenix. Még remek hangzott. Hát vagy így volt. Vagy törölnek a vádak alól. This! D-H-D! De látod azt a videót. Úgyhogy nem vetted észre, hogy nem az igazi. Hát egy fura volt.
magasabb volt, mint a normális. És furcsa volt a hangja is. Szóval nem olyan volt, mint ő. Viszont tüskefejű volt és kék öltönnyel. Tehát egyértelműen hasonlított Fizzre. És mi helyzet mindenki a bíróságon? A bíró van meg a jelöltje. Nem vették észre, hogy egy Fizz? Hát ez nagy kérdés volt számukra. De nem akarták tudni. Ez furcsább és furcsább. Hát most egy... újrapereskedést kell tartani. Hát ezt többen már meg kell nyerni. Hát a harmadik Maggie Bird-ös per fogja eldönteni, hogy nem bűnös. Hát olyan bal szerencsés, hogy mindig versége végződik. Amióta a 6 hónapos volt, lezuhant egy a 9. emeletről. Az ott. És van miféle kocsira esett. És beteg lett a kaja. Mindent eztem megbukott. És rengeteg katasztrófa. És egy Alphinix rontott. Túlélte. Mert szerintem van... És majd megtalálja. Xin Io. Hát az Alphinz meg b***ja. Bárkinek is az ötlete volt, hogy felhasználják. Jobb lenne vigyázni vele. Megtaláljuk őt. El kell menni Trébien internetre. Mondja meg Anszak, hogy szia. Január 6, Trébia. Mi ez a kulasztó szakör? Egy kulasztó viászok van itt. Senki nem jön ide. Üzletlen van. Hello, van itt valaki? Senki sincs. Ha senki sincs itt, akkor bármit elvettünk itt. Ez egy divat magazinok. És franciául van. Ezt szokasztató lenne szerint egy normál ruhát felve. Találtak egy kis... Valaki van... MC Bomber.
és 5-0. Biztos dollárjel. Mit jelent az MC? Ez december 30-án készült. A mérkezés napján. Ez bizony a nyom. És vissza kell menni. Csak hogy csendben van megfelelt most. Ez egy hónap jó készült. És Gatsze, de ki volt ütve? Nem baszen csak számára, mert nem akarok kívülni. Trivia-nek nincs is újság. Nem rajom érték. Tehát az egyik vevő hagyta a autót. MC Bomber. Az volt a CD-re ráír. MC Screwdriver. Hát 100.000 dollár a fizet. Ha adna valaki 100.000 dollár, te énekelni. Szóval az áldozathoz tartozott ez az újság. Tehát a gyilkosság napján, de hagyhatta ott. Akkor vissza kell oda menni. Jön a hat trivia. Oh la la, bonjour! Most le vagyok. Hogy néz ki? Bienvenue. Nagyon franciáson beszél. Bienvenue. No francia, non. Pedig chili. Chili bizonyára tulipánt jelenthet. Amikor azt mondja, this, akkor this. Last. So, alma terapiája. Az új, azt jelenti igen. Tehát, hogy oui, hogy így kell ejteni. Voilà. Fantasztik az így, fantasztik. Monsieur, így kell írni, hogy monsieur. Hát intert azt jelenti, hogy he. Hát
szétség. Hát különleges menüt készítenek. A Z az jelenti dö. Nem elni jöttünk ide, mi ügyvédek. Weiss bien. Szóval szerintem sure. Ezt már előre tudja. Ma azt is tudja, hogy Phoenix Wright. Nem felejti el annak a nevét, aki föltörvel. Szóval az Aphenix már feltetted neki a keszkén is. Szóval ebben az ügyben mindenki tudja, ki vagyok. Neve John Armstrong. Jaj. Travian. Mit jelent az a Travian? François. Angol azt jelenti, Travian azt jelenti, hogy nagyon. De hogyha jó az étel, akkor miért nem jönnek ide a verre? Hát valaki nem tisztelje a vicc. Az elv azt jelenti have. And hands. Nincs elég keze. Szóval maga irányítja azt a étel. És igazán nem tudja irányítani, most hogy nincsen alkalmazottja. És senki nem válaszol hirdetésére. És ő itt a sé, a menedzser. Egy jó kezdett almat el. Víz az vét. Mi történt? Hát szomorúan na, alatt jössz. Nincs hónapja történt. Levetekedett az a kép a kávét a méreg miatt. És megjelhozta ki neki. A konyhában volt. És hallotta, hogy valaki elállít. És már meg is. Meg is elállít. Egyedül volt? Ő is azt mondja, hogy egyedül volt. A segít emelni. Mert hazud. Még azt mondta, hogy még valaki volt. A rendszerűen csokszor. De nem csak ő mondta ezt, hanem az az... Gyerek pisz. Ki ez? Az ögemmel, aki beszél. Egy fogyasztó volt itt. Más is látta. És ezt mondta, hogy egyedül volt. A gyilkos apja itt volt. Igen, úgy azt mondta, mint ő.
Isten, hogy nem volt más. Mademoiselle, öljön. Tehát... az ügyvéd ezt nem tudta bizonyítani. Ő az első, aki azt mondta, hogy... Vaj! Meg rendőr volt korábban. De van kiszállt később. És ő gyanúsított volt a gyilkossági nyomulást. És ezért adta azt a parfümet, bocs. Belgámat, ami nem tudom, mit jelent. És megint le volt arcotva. És most bűnösség ígér. Ez a természetes arra a boldogtalanságról nagyon elterül. Hát csak valljon be, hogy ez a parfüm nem is hasznos. Nem csodálja, hogy gyanúsított volt. Azok után, hogy így a szeme által történt. Meg ilyen bizonyára lehetett valami szándék. A kérdés, hogy mi motiválhatta rá a vállókat. Történt más is. Semmiség. Ő nem ismerte a fiszkót. Hát a vádak bizonyára kell, hogy legyen valami féle motivum, amit elmondhatok. De milyen szándékból tehette? De egy fontos lehet. Három szájlok! Szóval valami biztos, hogy titkó. Eltűnt a magatamája. A zsebében volt. És aztán eltűnt a s***ből. De látta a szájlókot. Ez talán azt jelenti, hogy a magátám közelben lehet. Szóval kérdezem meg az öreg emberről. Az étterem mögött. Vitamin Square. Akkor ezt el kell nézni. De lehet menni most. Na, hat rendőrség. Na,
Egy éve nem jártok, melyik a... Hát még Amsterdam ti nincs itt. Talán a bíróságban lehet. Vitamin Square. Hát ezért nevezik Vitamin Square-nek. Nem érzek miatt, a gyümölcsök miatt. Hogy ott az a fickó? Hát a galambok... magukat dobálva. Az a gombokra nem dob magukat, hanem rádobálja a magukat. Most nekem paszkodik a trébjelnek. Meg a pincérő is. Ez a deszki! Ez a szar! Ez a deszki az az! Jövőzött az az! De érted a bérnyomásra! Ez így jelent, hogy az így. Hey! Ez most meg magad dobára! Ismersz a helyet. De ha utálja a fejet, megy, megy oda. Most már minket nevez galabnak. Valamit rejtegethet. Hogyha rejteget valamit, akkor bizony kell, hogy legyen szájlók. De nincs a maga szama. Meg kell találni. Meg
Mert rettenet extrém dühös az, ha meg tudja, hogy elveszett a magát. Itt van egy maga... Tényleg maga az egy te út. Felveszünk valamit, amit eldobba. Dobta el. Ez nekem semmi közöm. Akkor magammal viszont. Nem akarja, hogy nagy tartsa. Még ott, hogy eldobta. Mit nyilat? De ezzel őt így öreg bohóznak! Most így még nincs semmit! Mo a bohóz a Justice Pro-ba! Még nem f***e jönni. Meg kell mutatni. Mademoiselle. Igen. Gyersen munkát? Nincs ott. Hadd lássam. A stílusok különböző. Meg az a jó arc. Különböző. Átvehető. Szóval felmére. Megtartjuk egy mintet, amit tudom. Segítség! Igen, elé mondani! Szóval felvettem... Szóval az idióta francia felvette őt... Médiót pincérnőnek. Nem tudom, hogy nevesek-e ezen, vagy cseh. Érzem, osszom magam maja miatt. Hogy mit cseh. Meg itt már kérdőre vonja. Találtam valami bizonyítékot, ami meg bizonyítja látható most? Még nem. Most csak, mi csak kezdtük a nyomozást. Hát most már minden bevet azért, hogy
jön meg itt, kiutassa. Mi a szerelme volt, ezért... Ezért akkor minden áron szabadlá vagy. Ezt az újra pereskedést elfogadták, és holnap 10-kor kezd. Sajnálatos módon, mert megint az a kávés búz lesz az ügyész. Tehát... És sajnos még... Mivel itt a bűnösítéte megszerzték, ezért nagyon komoly hátrányban leszek. Főleg az, amiatt is, hogy... Hogy ez a kávés búzi mindent be fog vetni, hogy ha megint bűnösnek találják... Engem is akar, tenni akar, hogy engem is elítéljen. Kezdjük ezzel. És ő volt a mentorom, amikor még kezdtünk. Nagy volt hozzá a közelség. Most tagadja, hogy szemes volt belé. Még akkor önöke. Legfőképpen inkább azért akarna sítni, mert életi át a bal. Egy megjegyzés fogadott. Egy plegyka majával. Erről ki is. Ez most azt akarja, hogy ezt tartsam. Most jöhet az állat. Szóval az állatot Glenn Eggnek hívják. Egy komputer programozó. Gyulágyó. Szóval egy számítógépes cégnél dolgozom. Meg is sose látta őt. Csak egyet, amit tette, az, hogy kávét adott. Gyilkosságban. És gyakran ment oda házom. De mégis milyen oka lehetett volna még ilyenek, hogy megölj? Hát a szándék biztosan már kiderülhetett. Tehát még nem létsz át, nem létsz sampanbiókot. Mondom, kell kidejtenem. Nyomozás. Ő maga is dolgozik ezen. Minden bizonyíték ott van. Egyetlen probléma, megint valomás. Még én nem hazudok. Ez egy jó sok. Hát mi nem mondásos a valomás? Megint még mindig azt látja, hogy volt ott még valaki. Mindenki másra azt mondta, hogy egyedül volt a fickó, még a séf is, és volt ott egy cél.
ami fiszkok minden feje lefelé állított. Ugye nem volt ott a cég. Nem az asztalon, sehol máshol. De megint azt mondta, hogy volt nála fuha. Valami rádiót hallgatott. Az áfész nem magyarázta el azt a... elmondást. De a sép sem magyarázhatta el. De Armstrong rengeteget van. Szívom, mert hallottam ilyen valahol. De nem emlékszik rá. Mert megint az a gunshot is. Hát most költsön ki azt a... ...vagyar húságot. És kézélyesi analízist akarna vizsgálni. Ez egy őket fundája. Oh, lala. És a testi tele van, de toxinna. És ő is attól fogom a terápiát. Nem az a típus. Hát ebben az ügyben valamilyen közel lehetett. Van sok. Vagyis lehet, hogy elárulhattam meg itt. Ez úgy össz, nem kapcsolódik hozzá. Ez valakiben a fejkapó. Szóval nyomozom két régen. És ha mondom, gyorsan találkozott, akkor közöljön. Ez a hat trébien. Hát... így fejsérült lány. És elmegy. Mint ahogy most itt... Vilvényű. Maja, mint pincélány. Hogy nézek ki? Tal kiszállhatnád a szelmédium ki. Hát elég udalas neki pincél. Én még az első folyamatot.
Sziasztok, hogy kitáltam. Szóval azt mondja, hogy... hogy biztosan van valami... valami, amit tehetünk. Hát egy ilyeset. Hogy tetszik az új munk? Nem tudtam, hogy annyi minden van egy pincén és számára. Felvedél az emberek rendelését, kaját adni, kávét és kasszádot. De ez bevő is. Kár, hogy nem ide több ember. Miért nem ennek van? És miért nem ebédet akar készíteni? Mibe kell? A Twinkies. $20! Hát ez kaz... Hát így nem menjék olyan értelemben, ha 20 euróit állnak egy kaját. Ez inkább passzolna, mert drága. Hát nem minden napja a pincének. Próbáld a tányérokat elszedni, és kasszanád dolgot. És mi lenne, hogy csak megbúzolnád a WC-t, te aztán elfoglalod. Talán később. Azonnal rohad, és... és rendeli azt a tűnt. Azt hiszi, hogy meggondoltam magam. Vagy csak direkt csinálja ezt. És ad hozzá még valamit. És már megint... De étallal, salátával és desszert ez $45. Hát de most nagyon beszarad, mert bizonyára elég szegény lehet. Na ez lenne neki a Twinkies szerete, de van rá. Állítom, van rá. Puding. Bon appétit! Nem tudná azt mondani, hogy jó étvágyat. Így próbáljam meg. Igen. Hát adjon egy... A bukzajában, de nem, nincsen pénze. Jobb lenne, ha megcsiszolnád a táj. Most el akar tenni a figyelmét azzal, hogy jövő. Le akarja bucolni. Ennyi nem sérül. De viszont innunk ez elfogadható. De most, hogy itt vagyok, már be tudnék menni a konyhába. Mit mondott meg itt? A konyhában meg lehet találni a legnagyobb titkait. Elég finom. Hát csak be kell menni a konyhába. Na, autó azon már gátam már. Híres tőjébb ilyen konyha. És első van. Itt
full atmoszféra van. Biztos. Mindjárt viszont Armstrong. Tehát mindegy, kutassunk át mindent. Kezdjük egy irodalommal. Cloris Armstrong alvási irodalom. Szóval vegyünk ki. Hallottuk, hogy olvasod. És a legjobb francia akcentus. The two of them, like actors from a film, the coffee still undrunk. Így mondja ki a tört. Sweet nothings over the sun on that sad Sunday morning. The foolish cocktail so delicious. Take the last sip of your tea and I know what I will do. I must lie to you, I must. Ez minden. Megtaláltam magát, bizonyára az a köcsök sép ellopta. Biztosan kirabolta a zsebemből. És most ez? Van kincses adalát, és ebben vannak aromaterápiás illatok. Csak hogy... Igen, százal van belőle, de az egyik másfajta. Tehát ez is egy bizonyíték. És nem is ütlik. Hát köcsön kell venni, hát biztosan nem hiányol egyet. Akkor viszont a Gunshoot Detective-hez. Hát időben vagyunk. Hát most a laborból kérték a kézírás analízist. Szóval Glenelg az átutott írta azt. Szóval ő vitte az étterembe a gyilkosság napján. Mikor adtam nekem a palacsokat Gunshoot Detective? Majd mutatnom kell neki, az biztos. Méghozzá ez. Csak ez nem bőz. Mixer volt a többi almaterápiás üveggel, de ez nem ugyanaz. Most azt kéri, hogy nagyon kölcsön. Ezt is analízis segíti. És egy fontos lehet az. Van
vicceset tudom meg azt mondom. És volt egy ebéd a Tribien? Igen. Milyen volt? Szóval az étel miatt olyan üresek az étel. Volt egy számlája is. Szóval tartozott olyan félmillió dollárral. Hát nagy bajban lehetett. Biztosan ezért veszíthette a vevő. Bizonyára lehetett közel még a gyilkosság, hogy a talán lopá. Jó. Ennyi elég is. Ennyi akkor mit tudom. Egy motor. Az az öreg bolc nincs itt. Még nem tudom kérdésre. Ennek nem lesz jó vége, hogyha ezt meg... átnézem. Egy scooter. Van a közelben. És... el van baszódva itten. Most figyeljetek, és valaset lehet. Figyeljétek a erős hangerőt. Olyan hangos, mint a tigris. A köcsök így üvölt. Mit üvölt ez a mit? Hát... szóval ez a... ő az a fasz. Aki tigris ruhában van. Csinálj meg fizetni! Kapd be a fasz! Nem vagyok kapd. Vigyázzon! Igen! Most lesz kurva sajt, hogy így nézve. Ez múlva, hogy tökéti a nyelvét! Mint egy kutya! Nem, nem érem, nem érem, mert egy fasz meg. Ez is szóval én megkutó. Ez egy. Most elrohan. Bizony már gyanút fogott, amikor kimondtam. Szóval ő az a faszopó, akit le kéne buktatni. Ő neki van az a tüskefeje.
Veszed az öreg bohóc! Veszed a felszó! Gomb vagyok! Hozzad, hogy jöttünk a ti! Ők ismételjük meg ezt! Neki is három szájlókja van. Valamit rejteget, az biztos. Ez öreg bohóc, oké. Le volt a tíz. Te idát! Meg bizony ki gomba a húzzá mutat. Három szájlókját. Miért utálod ennyire a restaurát? Nem engedtem? Hát enni megyek oda. Hát nem az étel miatt jó baja. Nem így ítem, miatt viszont étembe. És van egy bizonyítéka. Take that! A bizonyítéka a puding. Vagy a... Ez a Twin Teeth-et. És elég drág. Olcsó! Ez öreg búz. Micsoda, hogy gazdag vagy egy jó fasz? Hogy lehetsz, hogy gazdag? Üdvessünk közel ennek a... ára. Ez sok pénzre van. Ez hazugság. Bizony téged. Take that! Tél, ugye? Miért menne egy ilyen gazdag ember ilyen? Azért, hogy m***a keressen. Hát ezt be kell itt is lennie. Nem tudom, ez a javaszínó. Kapucsinót jelent ez. Ami nyolc látél. Mi a probléma? Hát kíváncsi, hogyha a kávé az jó. Most azt hazudja, hogy újságban, de újságokat lehet ott olvasni. Tehát ott nincs, régben már nincsenek újságok. Take that!
Ez egyetlen egy, amit talált. Ez az egyetlen, de papír volt ott, és az egy hónap... Nincs egy újság. Miért pedig rejtegeted ennyire tudatlan? Az ok, amit Tribune-ben visz. Itt van. Take that! Azért, mert... Szóval ez egy drága étterem. Hogy pincéd nőket. Szóval... A pincénő uniformisára kíváncsi. Ilyen gördöge, úgyhogy ők után megy. Meddig az volt a kapucsiók a 28 dollárért. Egy lány miatt. Azt akar, hogy itt élje. Még néhány 20 év is van egy éltené fagot, hogy milyen érzés ez. Szóval már elég öreg lett és... És hiányzik a fiatal korszá. És egy fájdalmas dolog, mert öregnek megy. Neve, de korszak bossnak Viktor Kutó. Hát több dolga nem hajlandó elmondani. Most kell segítség. Ha valamását hallanak. Hát megtöltem a szájlokját. Vagyis... Nyugtalságát, hogy le kell csillapítani. Megkövet az össze öreg bohócot! 68 éves! Még bohóc orrad! Mint ha bevertem volna az orrát! Úgy néz ki! Hát megetted azokkal magukkal! Hát ez akkor fájna inkább, hogyha szembe talál! Kérdezem ki az öreg. Azt akarja, hogy mint pincérnő menjen oda. Utána le tud igaztani. A szeme égve. Mindig nem figyelj rá. Még közel el vagyok. Adjan, tudjuk megtenni ezt a pickot. Most lepagy.
Majd megint megidézte miát. Pedig beszélj vele. Na, no, azt majd lenyitom. Most meg hogy néz ki? Most már teljesen forrás az óra. Wow. Nincs ideig. Most megváltozik. Ez sokkal volt a számára. Ez ő is azt mondja, hogy jött az a kapucsin. Ő is azt mondja, hogy egyedül volt. Egy hívás és kapucsinóba is. Meghalt. Már de van. Sofisztikus. Kaszinó. Hát ott ennyi akkor hát olyan, mint hogyha Franciaországban lenni. Angliában vagy, nem Franciaország. Franciaország, de gyönyörű. Szívesen megnézheti. Megnézni vele az. Franciában. Ja, se hiszi, hogy Jamie a nevetett előtt. Hogy vigyázzak az a***tel. Egy e***kal. Ő lop a vevőitől. Szóval lopás is a bűne. A kettőket kis dolgokat. Szóval egy tolvaj. Szóval ő az, aki kiloptatta Magatamát. Szóval ezért, mert tolvaj. És egyszer már letartóztatták. Ott volt, amikor történt. Amikor a kapucsinót hittam. És hajkut! Egy jobb hang! Esetén! Hogyha ellop valamit, akkor tudod? Hogyha nem drága. Hát mi a léked nem megy? Ez mindent meg tudod tenni. Most új információ. De azt nem hiszi el, hogy emiatt szét hívtad. Jó, már 6 Travian. Elég volt a pincének lenni? Senki nem megy. Majd bazzöv, Maja! Nem. Hogy hagyhatsz itt? Igen. Armstrongnak van 3 side lock-ja. És most meg kell törni.
még beszéltél. Take that! Megissza. Hát most egy félig tud lenni. Mi történt az alap? Várj, be van. Nyújtsd be van. A lottó szerint. Az áldozatnak voltak lottó szerint. És félmillió dollárért. De a valaset után eltűnt az a pénz. Tehát ez lehetett a szándék megisztani. Azt mondta, hogy azért még szedte meg, hogy ellopja tőle azt a félmillió dollárt. Miért nem mondtad ezt el előtt? Miért? Nem tudom, ki vitte. Aki elutasztott a szemvényt, az te magad vagy. Take that! Egy összetörve. Most így ilyen. Nincs bizonyíték. Ő nem más, mint más. Hogy nem olyan, aki lop. Én ellenkezem. Ő loptál mások. Take that! Amit vitt, ez az öreg bohóc írt. Te már le voltál tartasztatva a lopás. Mondj! Azok, de... Hamis vádak. Hogy lop másoktól, itt a bizonyíték. Te ide! Eltol a magatámámat! Találtok. Ez a gyengesége. Nem tudok leállni. 500 dollár. Miért lopni el? Ennyi pénzre nincs szükség. Tehát nagyon jó komoly gondban lehették. Itt a kérdésre a vált. Take that! Szóval... Hát ezek a lottó szervényék megoldhatták volna a problémádat. Mit kéne mondanod ezen? Hibátlan. Ez Sandy.
tehát az áldozatnak meg volt a győztes lottószelvény. A félmillió dollár. Honnan tudtad, hogy ezt előre? Hallgatta a rádiót, a fülhallgatón kezdve. Hát végén felrakadta a félmillió dollár miatt. Ezt üvöltötte. Hát emiatt le is kupa. Az asztalon. Neki is pénzre van szüksége. Szóval ő tette kávé. Méget a kávé. Nem. Csak egyszer ellopta az egyik jegyet. Az áldozat elájult, Megi pedig és meghalt, Megi pedig elájult. Tehát sok lottószelvénye volt, ki akarta deríteni melyik a győztes lottószelvény. És egyik volt a győztes. Egyik volt a győztes lottószelvény. És hogy te? És miért volt letartóztatva Megi? De nem vitte el. Azt mondtad, hogy ő tette. Ugye elvitt a jegy. De valaki közben. Godó! A kávés buzi itt van! Mit csinál? Mit keresik? A legrosszabb kávé, amit valaha ihatom. Ezt mondja Mr. Anka. Szóval a kávéért van itt. Talán de Armstrong ellophatta az egyik, az áldozat egyik jegyét. De ilyen esetben akkor nem Megi az egyetlen, de aki gyanús lehet. Csak hogy nem a győztes jegy volt nála. Vagy a győztes szelvény. Szóval értéktelen volt az a jegy. Csak egy dollár nyert. Hát sajnos így eltérni nem. De mit történt a győztes lottószelvény? Nem hallja el, elmondani semmit, csak a tárgyalás. Lottószelvény miatt is komoly előnyben lesz. Ezt az időt elcsinálod. Akkor nem lesz szükség erre a szükségre. De eltudt azt. Csak az a kérdés, mit tettél a győztes szelvény. Hátrányból fogunk kezdeni, biztos. De nem hagyhatjuk, hogy megint tovább szenvedje, de ártatlan. Folytat. Jó, ez volt a Finnsvart észítőnné Nelson Tribulation 3. epizódjának első nyomozása. Ha tetszett, iratkozzatok fel a csatornámra, és nyomatok egy lájkot. És legközelebb az első perrel fogjuk folytatni.
Úgyhogy innen fogja folytatni. Búcsúzom már, szevasztok!